Na mehányzat, dalekek! Gyertek, nézzünk bele egyet a banyarénbe. Mind a varjó lófájbe. No. Kélek szépen, hesselünk. Nice and steady. 21, 71, majdnem 72 megahessel. 24,7, 22 a 470-es, az a két 480-as, amelyik többet hesse. Na, csak az a baj ugye, hogy itt van a Radeon settings-et, mikor ki akarod nyitani, akkor adja azt a hiba üzenetet, hogy nem kapja. És Google Stem se állítólag az a probléma, hogy a Windows update-ek nincsenek felinstalálva. Hát én ezt azt felinstaláltam, .NET Framework a legújabbat, meg de ki is próbáltam. Itt Google-eztem, néztem mi a probléma. Amúgy ezt a drivert installáltam fel, kijöttek most egy újabb driverrel. Ezelőtt használtuk a 7.3-as, most kijöttek a 8.2-sel, hotfix. Tehát a legújabbat töltöttem le, Windows 7-es, 64 bites, ugye már most azon vagyok, mert Windows 10-essel a tegnap nem boldogultam. Nem tudom, hogy miért már Jamesnél menjen a Windows 10-es, és ugyanaz a hardware, meg a szoftveremet mondom, a Thumb Dragon vitte el. Csak az izét cserélte ki benne a wallet adresszet. Úgyhogy, na mindegy, egyelőre Windows 7-essel kell boldoguljak. Aztán még próbálkozok majd 10-essel, sőt a Ubuntu-t is megpróbálom, de más hard drive-okon itt elé van 3 hard drive készítve. És azt meghagyom Windows 7-esnek, és lesz egy Windows 10-es hard drive, és egy Ubuntu 16.04-es. Csak akkor kísérletezek, hogy majd melyikkel. De egyelőre Windows 7-esen maradunk. És... ja, ez a problémám volt, hogy a Windows mutatta, hogy checking updates, de ennél tovább nem jutott. És mondták itt a fórumokon, a Microsoft oldalon valahogy installált fel a Security Essentials-t, és nézd meg, hogy update-el, és nem update-ed. Hát most update-elve van. És onnan tudtam ugye, hogy valami baj van. Hát már sejtettem, mikor egy óráig ott menjen és nem csinál semmit, akkor tudod, hogy baj van. Akkor itt a Microsoft oldalon kaptam itt egy, hogy resetálni le az update komponentet, leírja, ezt megcsináltam. És újból indítottam a gépet, csak akkor már fel tudtam update-elni a Microsoft Security Essential-t, és most kéne működjön a másik update is, ha nem működne. Nem működött volna az a Security Essential update-se. Úgyhogy most remélem fog működni. Mikor fel van teljesen update-elve az operációs rendszer, akkor az a hiba el kéne menjen. De lehet, hogy le kell installáljam az AMD driver-t, újból installáljam. És így ugye az a baj, hogy akar milyen overclocking szoftvert akarsz használni, nincsen opció, nem lehet változtatni, power limit, semmit se lehet változtatni. A core itt úgy néz ki, mintha ezt lehetne, de megfogod, ezt se lehet vinni. Tehát ott vannak a kártyák, mert látszik, itt van a GPU. 1-es, 480-as, 2-es, 480-as, 3-os, 470-es. Ne lát kamera, nem látszik, de mindegy, ott van mind a három kártya, de semmit nem lehet benne változtatni. Még letűtöttem, olyas a GPU Z-be sem. A kártyák látszanak, csak ugye mivel nincs kommunikáció, tehát itt van a 470, 480, 480, de nem mutassa 1, 2, 3 értéket felül, nem mutassa hőmérsékletet, memory clock, core clockot. Ja, mutassa amúgy a wattot, a 470-es többet fogyaszt jelenleg. Ugye már 8 pines, 8 lábú konnektorral van bekötve, és a 480-osok azok a 6-osokkal.
Ah, tehát átlagban ez 98, egy 100 wattot fogyaszt, és a másik 100 hetet, vagy mennyit mutatott. OpenCL. Na. Na, de ugye most az a baj, hogy, hogy nem tudom állítani, ugye ez a 102 wattról, én ezt mikor beállítom a dolgot, akkor ez lejön 100, lejön 100-ról, úgy 70-80 körül. Attól függ, hogy állítod be, de le tudtam hozni egész 60-ig is. Sőt, egyszer még 50 valamíg is, de... Na, tehát ezt mikor lehozod ilyen 50-60-ra, plusz még hozzáadsz egy 30-40-et, akkor 90-100 watt körül fogyaszt. Már az, amit itt mutat, ez a rajzért nem veszi figyelembe, azért kell még ráadni egy 30-40 wattot. Úgyhogy jelenleg a nincs felinstalálva most a szoftver az APC-nek, de 588 wattot mutat a három kártyából, és ez nagyon sok. Tehát jelenleg kártyánként ilyen 160-150-170 wattig fogyasznak a kártyák. Mikor azt beoptimizálod rendesen, akkor az lejön egy 110-120 körülre. Na, de ugye, amíg ez nem oldódik meg ez a probléma, addig nem tudom már optimizálni a drivereket. Nem tudom a kártyákat, addig a power limitet meg mindent optimizálni. Kicsit bé vagyok rakadva. Addig kiabáltam. Na. Úgyhogy egyébként nem tudtam, ha van valami ötletetek, akkor mondjátok meg, még mit lehet kipróbálni. Hát elolvastam itt 10 oldalt, és ugye mindenki azt mondja, hogy szedd le a drivert, itt van ugye ez a program, a DDU, a Display Driver Uninstaller. Tehát mivel én zéróról kezdtem, ugye tiszta install volt a Windows 7-es, és rátettem a driver, tehát nincs miért most levegyem, nem make all sense-et. Na, de miután megcsinálom a Windows, az összes Windows update-et, és úgysem működik, újból indítom a gépet, úgysem működik, akkor leveszem a driver-t, újból installálom. De egyelőre hagyom így, hogy menjen, tehát nem lesz semmi baj, a kicsit magasabb a hőmérséklet a kártyákon, nem mutassa itt, de általában 80 körül futnak. És kicsit többet fogyasznak most, de hát lószor. A lényeg az, hogy a bányagép minél többet kell bányászon, tehát most nem kapcsolom ki azért, és várjuk egy fél napot a Windows update-ekre. Ez mikor meg lesz. Na, most rá kell menjek dolgozni, de amikor hazaérek majd este, akkor még ha nem megy addig az update-ek, hogyha nem rendeződnek, akkor kicserélem a hard drive-ot, és feldobok egy Ubuntu-t. És még a Windows 10-essel is próbálkozok a harmadik hard drive-on. Na! Ja. Jönnek valami szarok, ezt következő, akkor nem installálom fel. Mikor installálod a AMD drivereket, valami gaming bullshit jön vele. Azokat ki kell szedjem. Még letődöttem valami, mit tődöttem le? Fel sem installáltam azokat, mert nem volt, amiért a Sapphire Tricks. Tehát ugye különböző videokártyagyártók mindenik csinál ilyen overclocking programot. Még megetődöttem le. AMD Cleanup Utility, majd azt is ki kell próbáljam. Afterburner, az Asusnak a... Hol van az Asus? Az A se indul, a GPU Tweak. Ez az a GPU Tweak felinstalál, az A se indul. Egy error tért ki, DLL error, az is az miatt ugye. Na, akkor hol van ez? Sapphire Tricks. Ó, micsoda fancy program.
nem annyira fancy, mert az MSI Afterburner a legfancybb. Fan control not available, power limit. NA, se, nem lehet csinálni semmit itt se. Hol vannak a kártyák? Hardware monitor. Card info. Radeon 480. Csak egyik kártyát látod? Hol lehet váltani kártyák között? Reset, logon, apply, settings. Show crossfire cards. Hát nincs itt crossfire, te. Set lock. Ah, ne húvom. 480, 480, 470. Card info. 470, oké. Okay. 4 giga PCI Express. Na, de nem lát semmit. És nem, már próbáltam, hogy ugye megállítom a vizét, a bányászást, úgyse lehet, tehát amíg nincs ez lerendezve, amíg nem tudom elindítani az AMD-nek a Wattmant, a beállításokat, addig a többi program sem működik, úgyhogy ja, egyelőre egyebet nincs mit, de nincs mit csináljak. Micsoda tokány dolog ez a Windows Update, hogy éveket kell rá várni. Egy bányász életibe, egy fél nap, egy az 10 éve, nem lehet várni, itt kell menjen minden. Na mindegy, kipróbálom a Ubuntu-t, mert kíváncsi vagyok. Amúgy, ja, megvan arra is a... Úgyhogy ide mész a Other. Akkor ott megvan a Linuxnak is. Hol láttam? Itt van, ne. Ubuntu! Azt mondja, hogy Radeon. Hát? Hol van? Az új kártyáknak nincs, de van, na láttam, a tegnap láttam. Nem jó hára kattintottam. Radeon R9. Hol vannak az új kártyák? Latest Windows Hotfix Driver. Crimson. Windows. Nincsen. Tegnap valahol láttam. R9 Furry, R9 Mobility Notebook. Na mindegy. Latest AMD APU driver. Nem jó hára kattintottam, azt hiszem. Ja, már hova kattintottam bolond felé? Lehet ez így. Pro Duo. Nem látok, vagy mi van velem. Hol van a szemem? Nem látok. Hol vannak az új kártyák, az RX 480-asok? Jaj, itt van legelőtte. Tehát RX 400-as, az elébb nem tudom mire kattintottam. Ja, ide kattintottam az elébb valóban bolond felé, oké. Okay. Oké, tehát RX 400 series, itt van legelő, és nem látom a szememtől. Tehát Ubuntu 64-bit. Mondom, a tegnap itt láttam, de annyi felé kattintgatok, hogy
Oké. Okay. A AMD GPU Pro Driver 1630-as Ubuntu 1604-eshez van. Ez miért 1404-eshez is van. És akkor itt írja, a 480-as, 470-es, 460-as. Ja, tehát van support a legújabb kártyáknak. És 1604. Oké. Okay. Na jó, ennyi volt gyerekek, menjek dolgozni, és aztán később, miután hazajövök még el, csinálok videót, hogy mire haladtam. Na jó, pa.